A községi képviselőtestületülésén új elnököt, új tagokat, valamint helyetteseket választottak az állandó összetételű Zentai Községi Választási Bizottságba, amelynek feladata az lesz, hogy lefolytassa a jövő évi helyhatósági választásokat. Helyi, tehát az önkormányzati választási bizottságot fel kellett újítani. Ennek törvényes keretei vannak, nincs nagy filozófia benne, hiszen frakciók, tehát törvény szerint frakciók javasolhatnak, és a frakciók a saját erejükhöz mérten javasolhatnak egy -két három, vagy ahány tagot ebbe a bizottságba, és természetesen helyetteseket is. A Szociális Védelmi Központ, a Községi Idegenforgalmi Szervezet, valamint a Zentai Magyar Kamara Színház alapítói okiratait is módosították, és kiegészítették, hogy nagyobb szabadságot biztosítsanak ezeknek az intézményeknek, szervezeteknek. Arra gondoltunk, hogy ha megváltoztatjuk a ezt a dokumentumot, akkor lehetőséget kapnak arra, hogy önmaguk is pénzeket valósítsanak meg, és jövedelmet valósítsanak meg, és ez a megvalósítás, ez lett most lehetővé. Téve szabadabbak lesznek, könnyebben gondolkodhatnak, és hát mondom, pénzt kereshetnek most. A 34. KKT ülésen a képviselők egyhangulag fogadták el az Entai Egészségház rendes igazgatójának, dr. Lengyelvég Ibolyának a kinevezését, aki eddigi megbízott igazgatója volt az intézménynek.